Kortárs költő Karácsony a címmel rendezett irodalmi felolvasó estet a Hölgyszilom művészeti munkacsoport. A meghirdetett cím ellenére nem csak versek hangzottak el a Nagytétényi Szabó Ervin könyvtárban, hanem egy kiállítás megnyitására is sor került. A Hölgyszilom művészeti munkacsoport először egy Facebookon alakult olyan csoport, amely a különböző művészeti ágakat szeretné egymásra hangolni. És ebből adódó a sokszínűsége. A kortárs költők karácsonya már tavaly elkezdődött, de pont ebből a sokszínűségből valóan arra gondoltunk most a könyvtárvezetővel, hogy legyen egy kiállítás is. Tehát, hogy ne csak a kortárs költők karácsonya legyen, hanem egy kiállítással, sőt, képeslap kiállítás és mézes kalács kiállítás is van. A mézes kalács elsősorban a karácsony hangulatát volt jelentősége, hogy meghozza. Az ünnepi hangulatot a tagok saját karácsonyra és adventre írt szerzeményeikkel is emelték. Tulajdonképpen mindenki a saját versét mondta, ezért is szóltam, hogy mondják be a nevüket. Szabó Magdától és Vörös Sándortól hallattunk a könyvtárvezető előadásában egy-egy művet, meg hát egy-egy kis zenét. Aki a kiállításunkat megnyitotta, ő Ember István, a magyar kultúra lovagja, de egyébként ő is költészettel is foglalkozik, és nagyon sok művészeti csoportnak a tagja, tehát én azt most nem sorolnám fel, nagy boldogságomra. Ő például az egyik olyan férfi, aki a Hölgyszilomhoz csatlakozott, és az egyik támogatónk. A munkacsoport is készült meglepetésre az év végére, miszerint az elkövetkezendő időszakban még több program és projekt várható. Időközben a Hölgyszilom alapítvány lett. Azért volt erre szükség, mert szeretnénk táborokat csinálni, kiállításokat, tehát nagyon sok olyan rendezvény van, amit hát kicsit hivatalossá kell tenni, tehát nem lehet mindig csak így a lakásból irányítani. Egyelőre februárig jutottunk, ott pedig a Davasi Kúriának szeretnénk a meghívására Dabason lesz a következő rendezvényünk.